A Batthyány gimnáziumban megrendezett Ki mit tudon, bemutatták egy diákköltő verseit, aki hatodikas. Most őt ismerhetitek meg. A te korodbeli lányokat nem igazán érdeklik a versek, és főleg a versírás. Te hogy vagy ezzel? Szeretek olvasni, nagyon sokat olvasok, és elkezdtem verset, én is nem bírom abba hagyni. Hát eszembe jutnak gondolatok, és szeretem őket leírni, mert olyan érzés, hogy teszek valamit az emberekért, mert hát én úgy érzem, hogy szeretik a velem egykorúak olvasni a verseimet. És mikor kezdődött ez? Mióta írsz verseket? 7 évesen írtam az első versemet, éppen, hogy iskolás voltam, és egyedül voltam otthon. Eszembe jutott egy gondolat is rímelt, és leírtam, és egy vers lett belőle. Miről szólt az első versed? Hát viharról, és utána kisütött a nap. És miért pont erről? Ilyen idő volt akkor, vagy? Hát ez jutott eszembe. Milyen verseket szoktál írni? Írni szoktam verseket a halálról, szerelemről, az életről, emlékekről, reményről, meg ilyen dolgokról. Ezek nem komoly gondolatok egy ilyen korú lánynak? Szerintem nem, mert szerintem minden gyerek fejében megfordulnak az ilyen dolgok. Mindenki gondol erre szerintem. Hány verset írtál összesen? Olyan 20-30-at. Kiadták már valamelyik versedet, vagy megjelent valahol? A Kanizsa újságból megjelent. És milyen érzés volt az újságba olvasni? Olyan volt, mintha nem is az én verseim lennének. Büszke vagy a verseidre? Hát valamelyikre igen. És az irodalom érdekel egyértelműen? Nem kifejezetten. Akkor miért pont verseket írsz? Hát érdekel az irodalom is. Van valami példaképet, akire felnézel? Hát én minden költő, aki híres, minden költőt nagyon szeretek, és mindegyikre felnézek, mert hát alapvetően tisztelni kell őket. Nagyon nehéz olyan verseket írni, hogy minden ember szeresse. Szerinted a verseit hasonlítanak valamelyik költő műveire, vagy pedig a saját stílusodba írod őket? Szerintem a saját stílusomba írom. És nem is próbáltad meg soha utánozni őket? Nem, mert nem lennék rá képes. De mégis van kedvenc költőd? Hát Ágai Ágnest szeretem. És miért pont őt? Nagyon tetszenek a versei, mert mindenkihez szólnak. És miről szeretsz a legjobban írni? Az emlékekről. Milyen emlékekről? Hát olyan dolgokról, amire jó visszaemlékezni, amire szeretnek visszagondolni az emberek, ha történt velük. Van olyan versed, amire különösen büszke vagy, amit úgy érzel, hogy nagyon jól sikerült? Igen, van. Melyik az? Az a címe, hogy Falak. Elmondanád? Hát, igen. Falak, amik mindent láttak, életeket kísértek végig, századokat, korokat, csatákat, felemelhetnénk őket az égig, s most itt ülök-e falak romjain, gondolkozom az élet dolgain. Ezek nem csupán romok, életek, csaták, korok. A magad korúaknak írod ezeket a verseket, vagy minden korosztálynak? Hát én leginkább a velem egykorúaknak. És költő szeretnél lenni? Semmiképpen. Miért nem? Hát anyagi okok miatt is, meg nekem ez egy kicsit unalmas lenne. Miért lenne unalmas? Hát én szeretek emberekkel, közvetlen közelben lenni emberekkel, meg társalogni, és egy költőnek az nem biztos, hogy sikerülne. Az, hogy a kullancs nem csak ránk, hanem négylábú barátainkra is veszélyt jelent, sokak számára ismeretes. De azt már kevesen tudják, hogy hogyan is védekezzünk ellene. Mennyire veszélyes a kullancs okozta fertőzés a háziállatok körében? Önmagában a kullancs nem okoz problémát. A háziállataink közül megemlíteném inkább a kutyát, ami a legtöbb problémát okozza, ezek közül 2 fő betegségcsoportját, úgymint a babéziózist, egy vérparazita, a másik pedig a Lyme-kóra, egy baktériumos betegség. Hogyan tudjuk megvédeni az állatokat a kullancs fertőzéssel szemben, a kullancs megtelepedésével szemben? Különböző vegyszerekkel,
kullancsnyakörvek, különböző tabletták és csepegtető szerekkel tudunk védekezni, megakadályozza, hogy az állatba belemenjen a kullancs. Tudnám említeni itt például a szerek közül tablettás készítmények közül a Kajfli tabletta, amit lehet adni az állatoknak, csepegtető szerek közül az Expot például, amit a bőrre kell csepegtetni, és vannak különböző porok, permetező szerek, amikkel le lehet mosni az állatokat, például a Frontline nevezetű készítmény. Ezek után még mindig az, hogy elkaphatja az állat ezeket a betegségeket, akkor gyógykezelni lehet ezeket az állatokat. Hogyan lehet észrevenni azt, hogy beteg lesz az állat, hogy fertőzötté vált? Az állatnak a viselkedése megváltozik. Egy nagyon fontos dolog babézus esetében hirtelen nagyon magas láz lesz, hogy abban nyilvánul meg, az állat elfekszik, nem eszik, szólítás nem hajlandó megmozdulni, fáradékony lesz. A vizeletével vér, illetve hemoglobin örül, ami a vizelettel együtt keveredve egy sötét, fekete, majdnem fekete kávészínű lesz. Későbbi stádiumban pedig egy súlyos fokú sárgaság tud kialakulni. Ekkor már rosszabb az állatnak az állapota, de azért még nagy sok esetben még mindig menthető. Melyik fajta a legveszélyeztetettebb? Kutyák közül a skótjuhász a tapasztalatunk szerint a legveszélyeztetettebb fajta. Nagyon sok esetben nem az első heveny stádiumok, a vérfestékvizelés és a láz jelentkezik, hanem egyből a sárgaság alakul ki, és sokkal rosszabb a kimenetele is ezeknek a fajtáknak ebből a betegségből. Mely területek a legfertőzöttebbek itt Kanizsán? A városkapu talent a mocsarasabb terület, a csónakázótól sajnos, ahol nagyon sokan járnak ki, és Kiskanizsa a principális csatorna környéke. Ismét támad a parlagfű pollenje, megjelentek az első náthás köhögős betegek. Fontos dolog a gyom továbbterjedésének megakadályozása és a megelőzés. Miről lehet felismerni a parlagfüvet? Pici korában, illetve ilyenkor, mikor kezd nőni, levele négy fele ágazik széjjel, és egyszeresen, kétszeresen szabdalt a levele, a fonákja és a teteje is enyhén pelyhes, megnőhet fél métertől másfél méter magasságra is, és virágzáskor fürtökbe található a tetején a virág. Mit okoz a parlagfű? A parlagfű allergiás betegségeket okozhat, ennyibb esetben csak allergiás náthát, amely olyan tünetekben nyilvánul meg, hogy a szem viszket, könnyezik, orviszket és orfolyás van, súlyosabb esetben pedig asztmát okozhat. Hogyan tudunk védekezni ellene? A legfontosabb védekezés a megelőzés. Itt nem csak az egészségügynek van fontos szerepe, hanem minden egyénnek. A környezet higiénére jobban oda kell figyelni, közvetlen környezetünket karba kell tartani, a gyomoktól mentesíteni. Legjobb már fiatal növényt gyökerestől eltávolítani, illetve sűrűn kaszálni, a virágzást megelőzendő. Érdemes a már virágzó növényt is kaszálni, hogy ezzel a szaporodását meggátoljuk. Hogyan tud a tiszti orvosi szolgálat segíteni? Mi felvilágosítással, szórólapok terjesztésével tudunk segíteni, illetve részt veszünk az önkormányzat által szervezett parlagfűirtási akcióban. Az Egészséges Városok Mozgalom keretében kis felvilágosító munkafüzeteket osztunk szét óvodás és iskoláskorú gyerekek számára, még az iskola év befejezése előtt. Ezt nyáron tanulmányozhatják, és ebből ők megismerhetik a parlagfüvet, illetve az általa okozott betegségeket, annak tüneteit, illetve megelőzésről is lesz benne szó. Hol találkozhatunk a parlagfüvel? A parlagfűvel elsősorban elhanyagolt, parlagon hagyott területen, a neve is gondolom ebből eredt. Megkezdett építkezések körül, ahol a gaz nagyra nyúlik, de előfordul belváros területén is, elhanyagoltabb helyeken. Kik vehetnek részt ebbe az írtási akcióba? Bárki részt vehet, bárkinek a segítségét szívesen fogadjuk, és itt szeretném felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy főleg azok, akiknek családjában allergiás beteg van, feltétlenül jöjjenek el, ezzel is segítve a családot. Az akciót meghirdetjük, és kérem önöket, hogy minél nagyobb számba vegyenek részt. Ez mindegyikünk érdeke. Mikor kezdődik az írtási akció? Az írtási akció júliusban fog kezdődni.
A parlagfű júliustól szeptemberig virágzik, előtte még célszerű kigyomlálni, illetve kihúzkodni. Pénteken a Moritz-helyi hallgatóságnál jártunk, ahol a halászokat látogattuk meg munkájuk közben. Most a hátunk mögött milyen munkálatok folynak? Most süllőszűréssel foglalkozunk, az egyik legnagyobb árbevételünk a süllő nevelése, értékesítése. Ez abból áll, hogy saját süllő anyaállományunk van, amit a baraz virágzáskor helyezünk ki. Az anyákat egy az egybe párba, tehát egy ikrás, egy teljes arányába. Van egy telelőnk, ahol ezt nagyon jó tudjuk ivatni, és onnét kerül a fészek a külső halágyakba, telelőkbe. És a szűrése végül is azt jelenti, hogy a zsilipnek a hátsó oldalán berakunk egy ilyen függöny, sűrű függöny szövethez hasonló anyagot, amilyen átfolyik a lefolyó víz, és végül is ott mindegy szűrőbe ott fennakad ez a kis süllőivadék. Ez 3 év múlva lesz piacképes. Hogy a nyerességünknek az egyik alapja az, hogy mi halat nem veszünk, tehát nekünk kell előállítani évről évre, és egyik évben ugye mind ivadéktermelés, a másik ugyanabban az évben mindig neveljük az előző évi ivadékot, és a harmadik nyaras korára lesz piacképes a halunk. Milyen eredményeket értek el? Eredményekkel kapcsolatban, tehát tavaly a fennállásunk óta az egyik legnagyobb eredményünket értük el, 47 millió teljes ágazati eredményt tudtunk produkálni. Nagyon sok nyári halat termelünk, 1200 mázsát abban az időszakban, amikor szinte a legkevesebb hal az országban, és nagyon nem mernek máshol halászni, akkor mi ezt elég komolyan tudjuk előadni veszteségmentesen és a legnagyobb áron. Ezen kívül még milyen munkálatok folynak itt? Hát minden a tókarbantartásokkal kapcsolatban, építkezésektől kezdve, a téli időszakban a hálójavításoktól kezdve, a töltések javítása, karbantartása, hálók, és minden olyan dolog, ami a tevékenységünkkel összefügg. A másik nagy águnk a kacsanevelés, olyan 100 000-es nagyságrendben nevelünk árukacsát. Ez azt jelenti, hogy 2 hetes korba kerül ki a tóra, és 7 hetes korba, tehát 49 napos korba kerül értékesítésre. Hogyan védekeznek a betolakodók az orvfalászok ellen? Hát az egyik legnagyobb orvfalászunk, így lehet mondani, a kormorán, a Káró katona, magyarul, aki így jobban ismeri. A legnagyobb kárt ők okozzák, de viszont nagyon nagy károkat okoznak a kétlábú orvfalászok is, itt az emberekre gondolok. Sajnos elég nagy mennyiségű halad visznek el tőlünk, halőrökkel tudunk védekezni, és különböző szervezett rendőrséggel összekapcsolt, és kollégákkal szervezett kimenetelek alkalmával tudunk ezzel hatásosan védekezni. Mennyire nehéz kézben tartani ezt az egészet? Hát nem egyszerű feladat kézben tartani, de mint említettem, ez most már 20 éves dolog, ami én mögöttem is van. Hát most már ilyen értelemben kicsit könnyebb, de mindig vannak olyan feladatok meg problémák, amit mindig újabban meg kell oldanunk és végrehajtani. A budafai arborétum Báza keretjétől 3 kilométerre lévő Budapapuszta mellett található. Most ebbe az arborétumba hívjuk meg Önöket. Egy arborétum létesítésének gondolata az 1950-es évek végén vetődött fel a Dél-Zalai Állami Erdőgazdaság vezető munkatársai körében. A helyszín kiválasztása után az erdőgazdaság felterjesztésével az Országos Erdészeti Főigazgatóság engedélyezte a budafai arborétum létesítését. Ma már sokan ismerik és kedvelt kiránduló helyé is vált a nagy közönség számára. Mintegy 220 fás növény található itt, többségében fenyő, kisebb részben lombosfa, illetve cserje. Sétautak vezetik az erdő rejtekébe a látogatókat, de az éhes turisták sem jönnek hiába, hiszen szalonnasütő is található az arborétumban. A park nyugati oldalán álló vadászházat 1926-ban építette Rubidó Zicsi István, aki a II. Világháború előtt tulajdonosa volt a vadászháznak és a környék erdeinek is.
1987-ben teljes felújításra került a ház, ekkor nyerte jelenlegi formáját, azóta vadászházként az Alaerdő RT üzemelteti. Az arborétum 71 éves lucfenyvesében az elmúlt években a viharkár jelentős volt, de ez mellett még szúkár is érte ezt a fenyvest. Ezt az arborétumot ajánljunk Önöknek hétvégi programként. A most következő fiú talán ismerős lesz nektek, hisz körülbelül egy évvel láthattátok őt a Friderikus Show-ban és a 93-as házban is kitűnt különleges hobbiával. Az ő kedvencei ugyanis a vonatok és a buszok. Ha csak teheti, buszozik és vonatozik. Hogyan kezdődött nálad ez a szenvedély, buszozás és vonatozási szenvedély? Ez az általános iskola végén kezdődött el. A buszozás és a vonatozás egyben, és leginkább a középiskolai évek alatt tetőfokozódott, illetve akkor éltem ki leginkább, természetesen most is él ez a szenvedély természetesen. Annak idején úgy kezdődött, hogy ágyon, fotelban, így képzeletben utaztam, csináltam magamnak ilyen táblákat. Általában a hétvégeken, illetve hát amikor szabadidőm volt, órákat szoktam buszozni itt a városba, illetve órákat szoktam vonatozni az országban, és természetesen valahogy nekem ez egy világ, valahogy nekem ez egy olyan rejtelmes világ, hogy az igazi világ az megszűnik úgy kívülről. Mit értesz az alatt, hogy itthon leülsz és vonatozol? Hát itthon azt értem, hogy például leülök erre a székre, vagy bármelyik székre, és vannak nekem ilyen tábláim, nem tudom, hogy megmutathatom-e. Vannak ilyen tábláim, ezeket beszoktam ezekbe a tartókba tenni, akár vonat, akár mutatok egy helyi járatot is, és akkor ezeket berakom ebbe a táblatartóba, és természetesen a vonalat végig. Utazom képzeletben, természetesen attól függően, hogy mennyi idő van rá, de általában helyi járatokat jobban végig tudom utazni, mert azok rövidebbek, mint egy vonat. Ilyenkor te utas vagy? Ilyenkor, ha buszon utazom, akkor elképzelem magamat, mint buszvezetőként, mert végig szoktam úgy kezemmel így kormányozni, szoktam lábammal pedálozni, nem a tanároknál szoktam pedálozni, hanem úgy egyébként. És hát az ajtókat kinyitni, becsukni, vonatnál, mint idézőjelben, mint mozdonyvezetőként szoktam részt venni, és természetesen, mint táblatartóként, hogy amelyik vonalon megyünk végig. Ez általában itt szokott itthon elméletben lezajlani ez a dolog. És akkor amilyen hosszú a menetidő valóságban, te olyan hosszú ideig ülsz egy helyben, és vonatozol, buszozol? Ez általában itt szokott lenni. Na most vonatnál, ahol van várási idő, vonatnál vannak 10-15 percek, akkor szoktam egy kis pihenőt tartani. Nem drága mulatság ez egy kicsit, hogy annyit buszozol? Hát az a helyzet, hogy amíg bírom, addig csinálom anyagilag is, hogyha meg nem bírom, akkor meg képzeletbeli erőként fogom tovább csinálni, hogyha esetleg ez úgy alakulna a későbbiekben, de remélem erre nem fog sor kerülni. Menetrendeket hogy kezdted el tanulni? Hát a menetrendekben először elkezdtem őket gyűjtögetni, aztán menetrendeket kiszoktam így a menetrendi mezőket színezni, címkézni így oldalanként, és megpróbáltam benne valamilyen logikát találni, hogy mégis logika szerint lehet-e. Természetesen nem minden menetrendi mezőben vagy más helyeken nem csak logikára alapul a dolog, mert nem mindegyik vonalon van, akár vonat, akár busznál, tehát nem mindegyiknél van logikai felépítés. Hát ott megpróbáltam a gyakorlati életből átültetni az elméletbe, és úgy megtanulni. Mi lehet a logika egy menetrendben? Hát a
A logikát például úgy próbáltam felfedni egyes vonalakon, hogy időközöket, hogy milyen időközönként közlekednek a vonatok, a buszoknál is természetesen ez igaz, hogy milyen időközönként közlekednek a buszok, akár a helyi járatnál. Ahol ezt felfedtem, ott az nagyon egyszerűen meg lehetett csinálni, például a nyíregyházi vonalon, például az Intercity-k 3 óránként közlekednek reggel 7 órától este 7 óráig, és természetesen, hogyha ez az ember 3 órákat hozzáad, akkor ez természetesen nem egy nehéz dolog kiszámítani és ezeket elmondani. Ez ugyanígy van a buszokon is, itt a kanizsai helyi járatokon is, főleg a 32-esek vonalán. De természetesen vannak olyan vonalak, ahol sajnos hát memorizálni kell, meg hát a gyakorlati ténykedés, a gyakorlati utazásból adódóan van átültetve az elméleti sikra a dolog. Milyen menetrendeket tudsz? Csak a kanizsait? A vonatból, tehát ha úgy vesszük, a buszból a helyi járat az megy, buszból még megy a kanizsa, hogy nagyobb szinten a kanizsai távolsági buszok, a vonatból pedig a kanizsai rész az teljesen, és természetesen a egyes vasúti fővonalaknak a menetrendjét is tudom elmondani természetesen fejkútból, ha lehetne így fogalmazni. Most változott a menetrend, sikerült már megtanulnod? Hát most már kezdek belerázódni az új menetrendnek a tanulásába, és talán még egy pár nap, és akkor sikerül a teljes szintet, amit úgy általában szoktam, talán sikerül elmélyíteni, talán e hónap végéig talán sikerül úgy átalakítani a memóriarendszeremet, hogy talán tudok embereken segíteni, úgyhogy nem kell menetrendet használni. Hát akkor a családban nincs is igazán szükség menetrendre. Hát azért szükség van, mert víztartalék esetén azért nem árt, hogyha van, de úgy remélem, hogy azért nem olyan sűrűn kell elővenni. De természetesen olyan szempontból is szükség van rá, mert akkor a menetrend gyűjteményem akkor hiányos lenne. Most teljesült az álmod, hogy végre vasúton dolgozhatsz? Igen, teljesült az álmom, és remélem, hogy ez az álmom ez végig megmarad, amíg élek, és remélem, hogy ez végig így marad. Van kedvenc vasútvonalad? Igen, természetesen, hogy van kedvenc vasútvonalam. Legkedvesebb a Kanizsa-Budapest déli pályaudvar. Hogyan zajlik egy ilyen utazást? Mutasd be nekünk! Gyorsan indul a 4. vágányról 16 óra 57 perckor Budapest déli pályaudvarra. A vonat csak Zalakomár, Balaton-Szentgyörgy, Balaton-Máriafürdő, Balaton-Feny, Vesfonyót, Balaton-Boglár, Balaton-Lelle, Balaton-Szemes, Balaton-Szárszó, Balaton-Fölvár, Zamárdi, Siófok, Lepsény, Székesfehérvár és Budapest-Kelenföld állomásokon áll meg. Kedves utasainknak jó utazást kívánunk! A 4. vágányról a gyorsanat jár, kikérjük a vágány mellett vigyázzanak. Mi szólt a környezeted akkor, amikor megtudta, hogy te ezt csinálod? Hát a környezetem egy kicsit csodálkozva fogadta a dolgot, hogy én ezekkel foglalkozok. Hát középiskolában például csodálkoztak annak idején, mert hogy például én tanórák alatt nem a történelem vagy a matematikával foglalkozom, hanem ezzel. De természetesen volt, aki örült neki, mert ezzel tudtam segítséget is nyújtani jó pár embernek. De volt, aki egy kicsit kétkedve fogadta a dolgot, de úgy általában elfogadták ezt a dolgot, de hülyének nem tartottak, csak egy kicsit, hogy lehet mondani, csodabogárnak. Mi egy élménybeszámolóval gazdagítjuk műsorunk palettáját. A Nagy Volgáról és az ott szerzett tapasztalatokról hallhatunk bővebbet az expedíció tagjaitól. Sokat beszéltem a barátaimnak, ismerősöknek arról, hogy hol járok, rengeteg fotó készült, videóanyagok, ezt ők megnézték, és tavaly szeptemberben úgy gondoltuk, hogy szervezünk egy expedíciót, és közösen jó barátokkal, ismerősökkel elmegyünk, és ők is kipróbálhatják azt, hogy milyen ilyen távoli vizeken horgászni. Már szeptembertől kezdtünk folyamatosan készülni, és végül is 98. április 18-án indultunk útra, 5 horgászok és a
feleségem, aki gyakorlatilag azzal foglalatoskodott kint a táborépítést követően, hogy az étellel és egyéb dolgokkal ellátott bennünket. Meglehetősen, hogy mondjam, hosszadalmas volt a készülődés, a kiutazás az pedig gyötrelmes, hogy úgy mondjam. Két utánfutót szaggattunk el addigra, mire leértünk a Volgapartra, vagy négy pótkereket. Egy kicsit felülmúlt a képzeletünket, ugye amikor már a negyedik napot azzal töltöttünk, hogy valahol a nagy orosz puszta szélén, az útszélén szereljük a kereket, metsző hideg szélbe, olyan szél volt, hogy a könnyebb fajsúlyú társainkat majdnem el is sodorta magával egy-egy alkalommal. Ugye én ennek a veszélynek nem voltam kitéve, egyrészt mert borzalmasan lusta vagyok, úgyhogy nem is álltam ki olyan helyre, ahol elvihetne a szél. De hát itt a Gáspár Feri, Józsi és a Béla barátunk nagyon profivá váltak kerékszerelésbe, úgy utánfutó, mint Ford gépjármű kerékszerelésébe. Ennek ellenére azonban, miután a fiúk is meglátták azt, hogy néznek ki ezek a valóban igazi vadvizek, elfelejtettük azt, hogy milyen küzdelmek árán érkeztünk oda. Úgy terveztük, hogy 10 napot fogunk horgászni, azonban az útviszonyok miatt 1 napot már késtünk odafelé, és 1 nappal korábban indultunk vissza, így aztán a 10 napos horgászatban mindössze 8 napos horgászat lett. Ez azonban nem csökkentette az eredményeinket, hát a fogas és a csuka legaktívabb időszakára értünk oda. A napközben a hőmérséklet az már olyan 25-28 fokos volt, a vízhőmérséklete sajnos az elhúzódott tél miatt mindössze olyan 4-6 fokos. Fejenként a horgásztársakkal közel 150-200 kiló rablóhalat fogtunk ez alatt a 8 nap alatt. Ezelőtt a túra előtt körülbelül 5-ször volt már a kezembe horgászbot, úgyhogy rutinos pecásnak számítottam a Bélához képest, mondjuk, ugye Józsi, jól mondom, mert ő bevallása szerint ő még csak 3-szor fogott horgászbotot a kezébe. De én nem is azért mentem elsősorban, hogy 7 nappal átéve pecázzak, hanem engem vonzott egy olyan táj, amit végül is meg is kaptam látványba, az az érintetlen természet, amit a Volga-Delta torkolatnál fogadott bennünket, az egyszerűen visszaadhatatlan. Annyi teknőst életemben egy rakáson nem láttam. Azokban a gyönyörű tiszta vizekben folyamirákokat, amennyit láttunk és fogtunk is. Csukát, ennyit hemzsegni, hát fogtunk csukát rapalával, villantóval, uszóval, fogtunk csukát úgy, hogy ki volt kötve, ki volt pányvázva a szájbilincsel, a pici csuka is egy hatalmas testvére rárabolt, és a Söjtör Barni szájbilincsestől együtt rántotta ki a vízből, akkor Józsi fogott kézzel csukát, én lőttem csúzlival csukát, szóval nem tudom, hogy milyen formában lehetne még csukát fogni. Akkor röpke másfél óra alatt fogtunk kb. 40 kiló fogast. Igazán nagy halat, kapitális méretű halat nem fogtunk, a sügeret leszámítva természetesen, mert amíg itt a csónakázaton egy 30 dekás sügérre azt mondják, hogy ez már nagyon szép, addig arra a kilón felüli sügérre, közel másfél kilós sügérre, amit a Béla fogott, arra azt már azt hiszem nincs hova tovább ragozni. Ekkora sügeret még én nem láttam. Csukából, fogasból 3,5-4 kilósak, 4,5 kilósak voltak azok a legnagyobb példányok, amit most sikerült horogra akasztani, illetve hát egyetlen egy harcsát fogtunk a hideg víz miatt, ez közel 8 kilós volt. De ennél nagyobb halat most nem fogtunk. Nő létedre, hogy viselted ezt a 10 napos tábori körülményt? Nagyon szép napok voltak, nagyon jó kikapcsolódás volt. Főztem, pihentem, napoztam. Jó volt. Hát. Miket főztél? Hú, sok mindent. No, például sokféle holból, hát mit? Holfasrazott, hol paprikás, igen, palacsintat, hát most nem is emlékszem, mit. Segíts, légy szíves. Fogas orlimódra, petrezselymes krumplival, szólt a puszta közepén, ilyen ételeken sínylöttünk. Én nem vagyok nagy halevő,
Én inkább szeretem a természetnek minden ágát, bogát, meg minden élőlényét. Én úgy gondoltam, hogy majd két napot fogok rászánni arra, hogy valamilyen halféleséget megkóstolok, de itt a Natasa meg a Gásper Feri jó voltából, itt annyi féle formában ettünk halakat, hogy egyszerűen nem lehetett ráunni. Hát ugye a rákról meg nem is beszélve. Már gondolkodunk rajta, hogy jövő ősszel kéne ugyanezt az utat megismételni, és azért ősszel, mert akkor nem leszünk kitéve annak, hogy esetleg megint csúszik egy hónapot a tél, és ennél fogva a növényevő halak nem indulnak még be, valamint ugye hát éppen amikor ott voltunk a harcsának, akkor volt, ott ez, akkor volt az ívás ideje. És hát ugye tudjuk jól, hogy amikor egy hal éppen ívik, akkor azzal van elfoglalva, nem pedig azzal, hogy harapjon. Szóval mindenképpen egy nagyon nagy élmény volt. Kedves nézőink, a mai alkalommal majonézes zöld borsót fogunk készíteni, melyhez szükségünk van 40 deka cukorborsóra, egy karalábéra és két kisebb szál sárgarépára. Valamint szükségünk van majonézre, egy fél pohár tejfölre és sóra. A cukorborsót kifejtem, a sárgarépát megtisztítom és karikákra vágom. Tisztított karalábét is eldarabolom és apró kockákra vágom. Akkor sós vízbe puhára főzöm. Hogyha megfőtt a zöld borsom, leveszem a tűzről, leszűröm, kihűtöm. Tálba teszek majonézt. Majonézre teszek fél pohár tejfölt. Ezt összekeverem. És beleöntöm a zöld borsót. Óvatosan összekeverem. És a petrezselyem zöldet a tetejére teszem díszítésként. Hűtőbe beteszem, hogy hűljön, és hidegen, ezt is szintén előételként, vagy könnyű vacsorának, reggelinek, nagyon finom. Kóstolják meg, jó étvágyat kívánok mindenkinek!